Az amerikai kontinensen még nem tetőzött a járvány, napról napra egyre többen fertőződnek meg koronavírussal. Továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb beteg a világon, és ennek ellenére lazítanak az óvintézkedéseken. A legfertőzöttebb területeken pedig egyre több ember tesztelnek. Dél-Amerikában, Brazíliában terjed leginkább a kór, és a helyiek folyamatosan tiltakoznak a kijárási tilalom ellen, mivel ismét munkába akarnak állni. Saját házának tetejéről tart edzést a szomszédoknak egy São Paulo-i férfi. Így mindannyian biztonságos távolságban mozoghatnak a koronavírus járvány idején. A brazil nagyvárosban ugyanis ebben a negyedben a legmagasabb a fertőzöttek szám. Nagyon jó ez a torna. Folyamatosan be vagyunk zárva a karantén miatt, ezért mindig várjuk az edzés idejét. Mindig feldobja a napunkat, lelkendezett az egyik résztvevő. Brazília legnépesebb városában sokan elégedetlenek a karanténnal. Vasárnap autósok és motorosok tüntettek azért, hogy ismét munkába állhassanak. A gazdaság újraindítását szorgalmazza Jair Bolsonaro elnök is, azonban a brazil szakemberek szerint az egészségügy még mindig nincs felkészülve a járvány legyőzésére. Brazília a legfertőzöttebb ország Dél-Amerikában. A betegek száma már meghaladta a 240 ezret. Ráadásul más országokhoz képest keveset tesztelnek. Eddig csak 735 ezer embert vizsgáltak meg, miközben a hasonlóan fertőzött országokban több millió főt ellenőriztek. Az Egyesült Államokban sem tetőzött még a járvány, azonban elkezdtek enyhíteni a korlátozásokon. New Jersey államban például egész hétvégén megteltek a strandok, és a parkokat is szabadon látogathatják az amerikaiak. A szomszédos New York államban azonban továbbra is aggódnak a fertőzés miatt, ezért 700-ra növelték az orvosi ellenőrző pontok számát. Az állam kormányzója is alávetette magát a vírustesztnek, hogy példát mutasson az embereknek. A tesztarány nálunk kiemelkedő. A lakosság 7,1%-át ellenőriztük, ami az országos arány kétszerese. Szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozók munkáját, akik keményen dolgoztak ezért az eredményért, mondta Andrew Cuomo a vizsgálat után. Az Egyesült Államokban a betegek és a gazdasági visszaesés mellett a karanténban élők mentális egészségéért aggódnak leginkább. Egy texasi könyvtár például egyedül élő idős olvasóit hívja fel naponta, hogy legyen kivel beszélgetniük. Országszerte pedig sorra alakítanak ki ingyenes segélyvonalakat, amelyeken pszichológusokkal beszélgethetnek a bezártsággal küzdő amerikaiak.